Jelenlegi formájában 3 éve működik a Budapesti Jégkorong Akadémia, méghozzá a Fehérvári, a Miskolci és az Újpesti nevelőműhelyhez hasonlóan államilag kiemelt intézményként. A 2021-ben megkezdett minőségi munka mostanra mind jobb eredményekkel is párosul. Ebben az évadban például az újbudaiak U18-as, meg az U16-os együttese is remekül szerepel a korosztályos bajnokságban, és a csapat sikerek mellett a klub számos utánpótlás válogatott játékossal is büszkélkedhet. Well, I mean, I've only been here for a year, season and a half, so I can't speak for the start of the academy, but you know, I can talk about now and in the last year and a half, we've already made a lot of progress in terms, for example, what we didn't do last year is we didn't prepare the next season as much as we're doing it this year. This year we were already having meetings with the coaches, not only the BGA coaches, but the KMH coaches, the MATS coaches. We're looking at the rosters. We're trying to develop an identity, who we want to be, how we want to do things. For example, one of the things we would like to do is that our activity is more athlete-centered and not result-centered, you know? I think in youth hockey there's too much chasing a result. We're asking our question, what's better for the development of the single player and not thinking only of the academy and the team? So that's been a process that we're going through. We started meetings. We didn't do that last year. So we're talking about philosophy, identity. That's going to help us be better next year. Én úgy gondolom, hogy ez az akadémiai képzés, ez egy nagyon hosszú folyamat. Én úgy gondolom, hogy 3 éve elindult ugye ez. A Magyarországon a 4 Jégkorong Akadémia és szerintem az utánpótlásnak egy magasabb nívót adott itthon. Ma jobb lehetőségeik vannak az itt játszó srácoknak országszerte. Az akadémián nevelkedő hokisok a hazai trénerek mellett rutinos, külföldi szakemberektől is tanulhatnak. Ámjászai Dávid szerint ez nem csak a játékosok fejlődése szempontjából rendkívül hasznos, hiszen a fiatal magyar edzők is sokat profitálnak a közös munkából. 3 külföldi edzővel rendelkezünk idén, egy észak-amerikai, egy kanadai olasz nemzetiségű edzőnk van, egy finn, illetve egy svéd kapusedző. Ugye ők különböző hoki kultúrából érkeztek hozzánk, ez jó a játékosoknak is, ugye, hogy több hoki kultúrával is találkoznak itt házon belül. Ugye más az amerikai stílus, más a finn stílus, ugye a svéd úriemberű kapusedző is egy elég magas szintről érkezett hozzánk, ez a játékosok szempontjából jó, illetve ha megnézzük a edzői stábunkat, ugye rajtuk kívül majd, hogy nem minden edzőnk 30 év alatti fiatal volt játékos mondhatni, tehát nekünk meg rengeteget tudnak adni a mi fejlődésünkbe, tehát 2 győzelem, de számunkra egyrészt a játékosoknak, másrészt nekünk edzőknek is, mi is rengeteget tanulunk tőlük a hétköznapokban. A BJA utánpótlás csapatai több korosztályban is az élmezőnybe tartoznak idehaza, és ez az U16-osokra kivált kép igaz. Mindeddig egyszer kaptak ki az évadban, minek köszönhetően első kiemeltként, tehát a bajnoki cím legfőbb esélyeseiként jutottak be a rájátszásba. Az egész csapat nagyon összetartó, egészet minden edzésen, ha küzdünk, mintha egy döntő lenne, hajtunk, és szárazon is folyamatosan minden edzésen. Családi a hangulat, tehát mindenki már régóta ismer mindenkit, akik újak jöttek, azokat befogadtuk, mint egy család, és minden nap ide járok. Tényleg az edzéseken mindenki minden nap, amikor ide jön, próbálja belerakni a legtöbbet, dolgozik tényleg, és hogy a szezon elején, amit kitűztünk célként, mindenki azt akarja elérni, hogy megnyerjük évvégén a bajnokságot, és dolgozunk ezért, és egyelőre jól megy minden. Én úgy gondolom, hogy az U16-os korosztályban az elmúlt 3 évet nézzük, mindig ott voltunk a döntőben, ugye is a top 2-ben végeztünk. Ugye most is nagy valószínűséggel, vagy hát az alapszakaszt és a középszakaszt meg tudtuk nyerni sikeresen. Én azt gondolom, hogy ennek a korosztálynak az erőssége az, hogy egy viszonylag a magja az nagyon régóta együtt játszik. Ugye a MATS Budapestből érkeztek többen hozzánk, illetve a KMH-ból, a két preakadémiából. Ott a tryout egy éve
további jó játékosok csatlakoztak hozzánk, és ami én úgy gondolom, hogy a sikerességünket adja, az a hétköznapi munka, mind a srácoknak a munkája, mind ugye a stáboknak az összesített munkája, illetve ami még különleges ebben a társaságban az összeszokottságuk mellett, hogy nagyon kompetitívek a hétköznapokban, tehát akár jeges edzésen is úgy mennek, úgy hajtanak minden edzésen, mintha ez itt bajnokságok dőlnének el hétközben. Hosszú távon ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy a hétköznapok azok, ahol a legtöbbet el tudjuk úgymond térni.